Van remény. A közfoglalkoztatottak 12,5%-ának sikerül bekerülni az elsődleges munkaerőpiacra a 180 napos közmunkaprogram után. Várják 2017. októberét. A cukorkvóta eltörlése után a megfelelő minőségű cukorrépával és a megfelelően kiválasztott területeken fellendíthető lesz az ágazat. Szlovák-magyar együttműködés. A két ország közös projektjeire több mint 67 millió eurót költenek egészen 2020-ig. A közfoglalkoztatottak 12,5%-ának sikerül bekerülni az elsődleges munkaerőpiacra a 180 napos közmunkaprogram után, közölte a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár az első közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A rendezvényen 74 település közfoglalkoztatottai mutatták be az általuk előállított termékeket. Minden a közfoglalkoztatásról szólt csütörtökön a Continental Arena parkolójában, az első megyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron. A 40 darab kiállító faházat is a munkaprogramban résztvevők készítették. Ezekben mutatkoztak be a megye települései, Máté Szalkán például a közel 700 közmunkás 6 különböző tevékenységet végez. Új elemként a mezőgazdasági, illetve a bioenergia növénytermesztést vettük előtérbe. Itt a mezőgazdasági termesztés Máté Szalkán település nagyságánál fogva ez nem volt jellemző. Most 4 hektáros területen mintaértékűen próbálunk olyan konyhakerti növényeket termeszteni, amelyeket név engedéllyel a város alapellátási konyháira be tudtuk vinni. A rendezvény megnyitóján Hoffmann Imre, közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár kiemelte, fontos, hogy a közfoglalkoztatottak visszakerüljenek az elsődleges munkaerőpiacra. Jelenleg a résztvevők 12,5%-ának a 180 napos program után ez sikerül. A különböző képzések szervezése is egy kiemelt feladat számukra, amelyen az elmúlt időszakban több mint 170 ezeren vettek részt. A 2012 és 2015 között 175 ezer fő vett részt a képzési programjainkban, akiknek a 98,5%-a sikeresen befejezte a programokat. Mi arra helyeztünk nagy hangsúlyt, hogy elsősorban OK-s képzéseket tartsunk. Természetesen, mivel az érintett kör ugye alacsony iskolai végzettségűek, legfeljebb 8 általános iskolai végzettségűek, azért be vannak határolva a képzési lehetőségeink. A munkaerőpiaci igényeket figyelembe véve kellett elindítani, és kell most is elindítani a képzési programjainkat. A standokon végignézve kiderül, a legtöbb közfoglalkoztatott mezőgazdasági vagy tereprendezési munkákat lát el, amely bizonyítja, hogy a programmal egyidejűleg egy településfejlesztés is megvalósul, hangzott el a rendezvényen. A megyei közgyűlés alelnöke kiemelte, a negatív kritikákra ad választ ez a kiállítás, bemutatva azt az értékteremtő munkát, amelyet nap mint nap végeznek a közfoglalkoztatottak. Gyakran az a vád éri a közfoglalkoztatást, hogy haszontalan, fölösleges, nincs valódi közösségi haszna, és az egyén az abban résztvevő számára sem hozza azokat az eredményeket, amelyeket ehhez a programhoz rendelnek. Ezzel szemben az én állításom az, és szerencsére mindazoknak, akik támogatják a közfoglalkoztatást, és hát első helyen a magyar kormány, aki ehhez forrásokat biztosít, és megszervezte ennek a rendszerét. A helyi munkanélküliségi ráta javítására nemrégiben egy foglalkoztatási paktumot írt alá a megyei önkormányzat és a megyei kormányhivatal, amelybe a közmunkásokat is bevonják majd, közölte Kozma Péter kormány megbízott. A kormány jóvá is hagyta, alá is írtuk ezt a szerződést, most már a megvalósítás részénél vagyunk, és azt szeretnénk elérni mind a ketten, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ebből a 2,3 milliárd forintból, amelynek jelentős része tényleg munkahelyteremtésre, meg munkahely megtartásra fog fordítódni, sikeres legyen. Az egésznapos rendezvényen 13 járás, összesen 74 települése képviselte magát és mutatta be közfoglalkoztatottjainak munkáit Nyíregyházán. 2017-ig nem várható fellendülés a hazai cukorgyártásban. Addig ugyanis az Európai Uniós irányelvek szerint mindössze a szükségleteink egyharmadát állíthatjuk elő.
A cukorkvóta eltörlése után a megfelelő minőségű cukorrépával és a megfelelően kiválasztott területeken fellendíthető lesz az ágazat. Nagyok és egészségesek a cukorrépák a gyulatanyai fajta kísérleti állomás parcelláin. A szakemberek azt mondják, 800-900 mázsa hozamú lehet a termés, ami európai szinten is jónak számít, itthon pedig a 600 mázsás hektáronkénti átlaghoz képest kiemelkedő a kísérleti növények hozama. 45 fajtával lett beállítva most egy gyulatanyán fajta kísérlet a cukorrépával. Az az igazság, hogy most a cukorrépágazat úgy, mint a burgony, elég most a körülmények között van. Ugye egyetlen cukorgyár van ugye lent Kaposváron, szeretnénk egy kicsit, hogyha felrendülni, illetve a környéken Tiszavasváréban van, ahol jelentősebb mennyiségű cukorrépa van. Ez az ágazat is régebben szemnapokat látott, mint most. Itthon jelenleg a hazai szükségletek egyharmadát, mintegy 300 ezer tonnányi cukrot állíthatunk elő. Ebből kifolyólag az utóbbi években nem volt szükség a cukoripar fejlesztésére, azonban a növények fajta kísérletei már nagy üzemben is megkezdődtek országszerte. Én mindenképpen bízok a cukorrépa úgymond feltámadásába. Cégünk is ebbe bízik, azért folytatunk kiterjedt kísérleteket közel 13 ezer parcellán az országba. A kvóta ugye eltörléssel kerül 2017. október 1 után. Ez annyit jelent, hogy onnantól fogva mindenki, bárki annyit termel, amennyit akar. Természetesen a cukorgyár is erre készül, bizonyos fejlesztéseket hajt végre. Úgy gondolom, hogy mindenképpen a cukornak az ára fogja befolyásolni, hogy mennyi növekedés várható el a közeljövőbe, de én azt gondolom, hogy növekedni fog a terület Magyarországon is. A magyar cukortermés egyelőre alacsonyabb hozamú és minőségű, mint Európa nyugati termőterületein. Jelenleg a kvótarendszerrel korlátozott termésmennyiséghez a magyar állam nyújt hektáronként közel 500 eurós segítséget a gazdáknak. Szabolcs-Szatmár-Bereng megyében a megyei önkormányzat élelmiszertermelési programja segítheti az ágazat fellendülését a jövőben. A megyei program van, igaz kifejezetten nem cukorrépára, hanem a megyei élelmiszertermelésre, az élelmiszergazdaság fejlesztésére irányuló program, amelyben természetesen egy szegmens képezhet a cukorrépa és a cukorgyártás. Úgyhogy ennek a támogatását mi előtérbe helyeztük, az egészséges élelmiszerek, illetve valóban azoknak a versenyképes élelmiszereknek a támogatását, amelyek termesztésének támogatását, amelyek fontosak lehetnek. Bízunk benne, hogy ebben a cukorrépa is majd egy jelentős szerepet képvisel majd a későbbiekben. Cukorrépát jelenleg 15-20 ezer hektáron termelnek idehaza, a növény felvásárlási ára pedig tonnánként 35 euró körül mozog az állami támogatással együtt. Indulnak a szlovák-magyar határmenti uniós programok. A két ország közös projektjeire több mint 67 millió eurót költenek egészen 2020-ig. Az együttműködési program célja a két ország közötti mobilitás elősegítése. Határátkelő kialakítása, közlekedés fejlesztés és a gazdaság területén a logisztikai szolgáltatások javítása szerepel a pályázati felhívások között. Az előző 7 évben is gyümölcsöző volt a két ország határmenti régióinak együttműködése. Több mint 300 projekt valósult meg. Szlovákia és Magyarország, 7 magyar és 5 szlovák megyéje működött közre a pályázati programokban. Környezetvédelmi beruházások, örökségvédelmi és intézményi felújítások valósultak meg. Fejlődött az egészségügyi infrastruktúra, és vállalkozási kapcsolatok jöttek létre a két ország között. 250 új munkahelyet is biztosítottak a programok. A most induló szlovák-magyar Interreg programok a két ország közötti mobilitást és a gazdasági együttműködéseket fogja erősíteni. Erről Szabó István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke tegnap 35 perc című műsorunkban beszélt. Egyszerre van jelen tehát a folytonosság és a változás, a természetvédelem, a kulturális örökség védelme, az szintén egy nagyon továbbra is egy nagyon hangsúlyos célkitűzés, javítván és erősítvén ezeknek a határmenti térségeknek a vonzereit. Másrésztről a mobilitás kérdése továbbra is ott van a prioritások között, azzal a megszorítással, hogy miközben arra törekszik a program, hogy gyarapítsa a határátkelők számát, illetve az ott nyújtott szolgáltatások színvonalát, az áruk mozgásának, a logisztikai szolgáltatások színvonalának az emelését, azt az elvárást is megfogalmazza, hogy most már nem csak a határmentiségre fókuszálva, hanem az európai közlekedési hálózatokra való csatlakozást is megköveteli. Ezzel a szlovák-magyar projektek hatásai az ország belsőbb területein is érezhetőek lesznek, tette hozzá az alelnök.
A november 22-i határidő előtt befejeződött a 471-es számú főút felújítása. A munkálatokat a megyehatártól egészen a Nyírbátori Császári útig végezték el, tájékoztatott Simon Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője. A beruházás összesen 2,4 milliárd forintba került. A politikus azt mondta, ezzel a Nyírbátori Ipari Parkba bejáró dolgozók és beszállítók könnyebben tudják a vállalatokat megközelíteni, továbbá valamennyi autós biztonságosabban közlekedhet az érintett útszakaszon. 20 kilométer aszfaltréteg leterítése, útszélesítés, erősítés, van benne Nyírbogát, Nyírbátor térségében, és 3 körforgalom, ami nagy örömmel szolgál mindannyiunk számára, mert Nyírbogáton is az iskola előtt veszélyes helyzetek alakultak ki néha-néha, máskülönben pedig Nyírbátorban is a 2 körforgalom az Édesanyák útján és a Császári úton nagy jelentőségű, mert naponta 1500 gyalogos lépi át a 471-es főútvonalat. A gyerekek, az iskolába járók és az óvodába járók miatt. A magyarok mintegy 90%-a ellenzi a migránsok betelepítését a Nézőpont intézet felmérése szerint. Erről az intézet igazgatója beszélt a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Nyíregyházi Fórumán. Mráz Ágoston szerint a következő napokban arra kell felhívni az emberek figyelmét, hogy nem elég a vélemény, azt ki is kell nyilvánítani. A legfontosabb, hogy minél többen menjenek el szavazni október 2-án. A kerítés építés és a megerősített határvédelem a migráció megakadályozásának eddig a legjobb eszköze. Jobb válasza a népvándorlás megállítására még egy európai országnak sem volt, mondta sajtótájékoztatóján Mráz Ágoston. A politológus szerint ezt bizonyítja az is, hogy az utóbbi időben ezt már kezdi elismerni Németország és Ausztria is, holott a párbeszéd igen nagy mélypontról indult. Az október 2-ai népszavazással kapcsolatban Mráz Ágoston azt hangsúlyozta, a legfontosabb, hogy minél nagyobb legyen a részvétel, és minél többen szavazzanak nemmel a kényszerbetelepítésre. A Nézőpont intézet felmérése szerint a lakosság nagy többsége ellenzi a migránsok elosztását. A magyaroknak nagyjából a 90%-a egyetért a kormány nem szavazatával. Azt szeretné, hogy a kormányzati álláspont azt mondja, hogy a Magyarországgyűlés nélkül ne lehessen a migrációs politikáról dönteni, ne lehessen Magyarországra rákényszeríteni a migránsok betelepítését. Ebből a 90% egyetért, de ebből még nem következik az, hogy ők fontosnak tartják azt, hogy elmenjenek és szavazzanak. Ez itt most a kérdés. A következő napokban a kormánynak azt kell elérnie, hogy ne csak nyerjen a népszavazáson, ne csak többségben legyen az álláspontja, hanem győzzön is, és sokan elmenjenek, sokan kiálljanak mögötte. A politológus fórumot is tartott a Megyeházán a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének felkérésére. A szervezet győri tiszteletbeli elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a NATO európai főparancsnoka korábban már jelezte, hogy az iszlám állam emberei naponta érkeznek Európába a menekült áradattal. Azt gondolom, hogy erre a veszélyre fel kell hívni a figyelmet, mert amikor kötelező kvótával Angela Merkel szét akarja teríteni a általa meghívott migránsokat az Európai Unió 28 országába, akkor bizony a kötelező kvótával meghatározott mennyiségű menekülttel szétteríti a NATO európai főparancsnoka mondta, a köztörvényes bűnözőket, a terroristákat és az idegenharcosokat. A fórumon az is elhangzott, ha sokan mennek el szavazni, és többségében lesznek a nem szavazatok, az növeli a miniszterelnök támogatottságát és az ország érdekérvényesítő képességét. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei népszavazási kampányra fordított összegből már meg lehetne oldani a jégkárosultak helyzetét, véli Tukacs István országgyűlési képviselő. A Magyar Szocialista Párt csütörtöki sajtótájékoztatóján az is elhangzott, több településen azokat a hivatali épületeket sem tudták megjavítani június vége óta, ahová az októberi szavazást szervezik. Az országgyűlési képviselő szerint a népszavazás amúgy sem indokolt. Azt gondolom, hogy 2-án leghelyesebb, hogyha az emberek otthon maradnak, családjukkal, szórakoznak, és jól töltik az időt. És azért gondolom ezt, mert most már világossá vált, a napnál is világosabbá, hogy az EU nem akar kényszerbetelepítést,
Tehát, hogy olyan kérdésre kell szavazni, ami valójában nem létezik. És ne erősítsék meg a Fidesz azzal, hogy most elmennek szavazni egy olyan ügyben, ami nem létezik. Egyetlen migráns sem szeretne Magyarországra befogadni a Jobbik Magyarországért mozgalom, jelentette ki Gyüre Csaba, a párt országgyűlési képviselője nyíregyházi tájékoztatóján. A politikus úgy véli, az alaptörvény módosításával lehetne hatékonyan kezelni a bevándorlás kérdését. A népszavazásnak ugyanis óriási a kockázata, ha az érvénytelen lesz. Ha érvénytelen lesz, akkor az azért lesz, mert a Fidesz-KDNP kormányzat az elmúlt 6 esztendőben úgy módosította a jogszabályokat, ami által minimum a lakosság fele plusz egy főnek, illetve a választópolgárok fele plusz egynek el kell menni a választásokra, anélkül érvénytelen, és mivel sok százer ember dolgozik külföldön, sokan nem érnek rá, egy rész az embereknek érdektelen is, és ezért óriási a kockázat, hogy nem lesz meg az 50% plusz egy, ezáltal eredménytelenné válik, érvénytelenné válik a népszavazás, és akkor a nyugat nyugodtan hirdetheti az Európai Unió, hogy lám Magyarország nem döntött arról, hogy nem kér a betelepítésből, és ezáltal nyugodtan fogják a kötelező kvótát meghatározni Magyarországra is. Győzött és fellépett a tabella második helyére a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese az NB2 9. fordulójában a Cigándot verte 3-0-ra. A várdaiak vasárnap Csákváron lépnek pályára. Már a mérkőzés első percében megszerezhette volna a vezetést a hazai csapat, azonban Fodor beadása után sem Papucsek, sem Olá nem tudott a Cigándi kapuba találni. A folytatásban egyszerű volt a képlet, a Kisvárda támadott, a vendégek védekeztek, mégpedig jó ideig eredményesen. A jég a 40. percben tört meg, amikor a meccs közben a bal oldalról jobb oldalra átvezényelt Talabér jobb külsővel kilőtte Bákonyi kapujának jobb felső sarkát. Az újabb találatra 3 percet kellett várni, egy labdaszerzés után Fodor András baloldali beadását Szabó Péter kapásból lőtte a kapuba. Szünet után a Cigándiak kijebb jöttek a szorításból, így viszont több helyzet adódott a hazaiak előtt, a 3. gól azonban nem akart megszületni. Egészen a 80. percig, amikor a csereként beálló Erős Gábor a kezdőkörből kilépve észrevette, hogy Bákonyi kint áll a kapujából, és 40 méterről a kapuba ívelte a labdát. Én úgy érzem, hogy lendületesen jól játszottunk, habár a védelemben volt néhány olyan lassabb megmozdulás, ami a fáradtság miatt érthető volt, és nem tudtunk olyan gyorsan oldalakat váltani. Én azt gondolom, hogy az első fél időben semmi esélyt nem adtunk az ellenfélnek, a másodikban pedig a 2-0-ás vezetésünk után mélyebben visszaálltunk, és próbáltunk a pálya középső tér felé már nem elől-fölül presszingelve labdát szerezni, hanem a saját térfelünkről egy mélységi kontrákat indítani. Erre hoztuk be a Gosztonyit is. Sajnálom, hogy ebben a már fél időben csak egy gólt szereztünk, azt is az Erős Gabinak az egyéni képessége hozta. Nem tudtuk végigjátszani, illetve amikor végigjátszottuk, az utolsó pillanatban rossz döntéseket hoztunk, nem tudtunk gólokat szerezni. Akkor kellett volna még 4-5 gólt szerezni, sokkal korábban megnyugtatott, illetve egy nagyobb különbségű sikert is arathatunk volna. Ezen kell változtatnunk a közeljövőben. A vendégek szakmai igazgatója csapata visszafogott játékában látta a vereség okát. Sajnos a játékosok nem tudom, féltek játszani, vártak, hogy kivárnak valami 0-0-t, és utána elkezdünk focizni. Nem tudtuk megtartani a labdát, és így nem lehet gólt elérni. A parádés gólszerző Erős Gábor örül annak, hogy a legutóbbi fordulóban megtalálta gólövő cipőjét, de a csapatkapitány szerint mindegy, hogy a csapatból kitalál az ellenfél kapujába. Többször említettem, hogy nem az a fontos elsősorban, hogy kiszerzi a gólt. Én úgy gondolom, hogy rendkívül erős keretünk van, és mint ez megmutatkozott ma is, rengeteg olyan játékosunk van, aki képes gólt szerezni. Idáig sajnos nekem nem ment, szerencsére az utolsó két fordulóban már betaláltam, reméljük, hogy azért marad még a folytatásra is. A forduló további eredményei a következők: Soroksár Zalaegerszeg 1-2, Budaörs Mosonmagyaróvár 0-2, Grosics Akadémia Dorog 1-0, Ceglédi Nyíregyháza Spartakusz 3-5, Sopron Szeol 1-1, Balmazújváros Siófok 0-1, Puskás Akadémia Csákvár 1-0 és Szolnok Vác 1-2. A tabella élén a Nyíregyháza Spartakusz áll 20 ponttal, megelőzve az egyaránt 17 pontos Kisvárdát és Puskás Akadémiát. A Kisvárda vasárnap a Csákvár otthonában lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden.
A közfoglalkoztatottak 12,5%-ának sikerül bekerülni az elsődleges munkaerőpiacra a 180 napos közmunkaprogram után, közölte a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár az első közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron Nyíregyházán. A rendezvényen 74 település közfoglalkoztatottai mutatták be az általuk előállított termékeket. 2017-ig nem várható fellendülés a hazai cukorgyártásban. Addig ugyanis az Európai Uniós irányelvek szerint mindössze a szükségleteink egyharmadát állíthatjuk elő. A cukorkvóta eltörlése után a megfelelő minőségű cukorrépával és a megfelelően kiválasztott területeken fellendíthető lesz az ágazat. Indulnak a szlovák-magyar határmenti uniós programok. A két ország közös projektjeire több mint 67 millió eurót költenek egészen 2020-ig. Az együttműködési program célja a két ország közötti mobilitás elősegítése. Határátkelők kialakítása, a közlekedés fejlesztés és a gazdaság területén a logisztikai szolgáltatások javítása szerepel a pályázati felhívások között. A Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 15-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk Önöket, műsorainkért és további hírekért addig is látogassák honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. A Kárpát-medencében folytatódik az átlagosnál jóval melegebb napos idő, péntek estétől azonban már nedvesebb levegő áramlik fölénk. Éjjel derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 fok körül alakul. Holnap napközben eleinte gyengén felhős idő várható sok napsütéssel, majd délutántól megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Néhol zápor előfordulhat, a délnyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul. Fronthatás nincsen térségünkben. A hétvégén beköszönt az ősz, szombaton összességében sok felé várható csapadék és a hőmérséklet is visszaesik. Vasárnap ugyan már kevesebb helyen esett, de a csúcshőmérséklet az ország legnagyobb részén 25 fok alatt marad. Hétfőn ismét nagy területen számíthatunk esőre, záporra és tovább csökken a hőmérséklet. Szerdától várhatóan már naposabb, szárazabb, az évszaknak megfelelő hőmérsékletű időre készülhetünk.